Tavaly ősszel nyitotta meg kapuit a Városi Múzeum új épületegyüttese. A Paksi metszet névre keresztelt tárlatot több rendezvényen is megismerhette a közönség. Népszerűnek bizonyultak családi napjaik, melyeket új programjaik mellett idén is folytatnak, derült ki az intézmény 2017-es munkatervéből, melyet a Köznevelési és Kulturális Bizottság véleményezett. Egy nagyon komoly fejlesztés történt, nagyon komoly pénzeszközök lettek ráfordítva a múzeum fejlesztésére. Az idén már egy olyan munkatervet kaptunk és láttunk, ami én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan programelemet, új programokat és a már a hagyományos régebbi programokat is nyilván ötvözi, hogy én bízom benne, bizakodóak vagyunk mindannyian, hogy több ember tud majd a múzeum megmozgatni, és lesznek olyan érdekes programok, ami még több embert fog bevonzani. Bordács József hozzátette, a látogatószám és a programok száma is jelentősen megemelkedhet, ha megvalósul a Lusszónium tervezett fejlesztése, melyre pályázati forrást is keresett a város. Emellett, folytatta, új színfolt lesz a város rendezvény palettáján a képtár által a Városháza elé tervezett szabadtéri koncertsorozat is, melynek egyik vendégeként a Szakcsi Lakatos trió áll majd közönség elé. A Pákolic könyvtár munkatervének véleményezésekor a bizottság kiemelte, hogy szerencsés helyzet, hogy Pakson még sokan vannak, akik rendszeres könyvtárlátogatók. A fiataljaink is egyre kevesebb könyvet olvasnak. Nagy küzdelem ez mindenkinek nyilván, hogy valamilyen szinten a fiatalokat megpróbáljuk visszatéríteni a könyv irányába és a könyv olvasás világába. Sajnos ez látszik is a fiataljaink többségén, ezt ki kell mondani. Hát Pakson azért van egy fajta kultúrája még mindig a könyvtár látogatásnak és a könyvtárba járásnak. Ez a könyvtári látogatottságon látszik, hiszen nálunk hála Isten stagnál még a könyvtár látogatók száma évek óta, országosan pedig meredeken zuhan sajnos a látogatottság. Itt azért van egy olyan réteg, aki ragaszkodik a könyvtárba járáshoz, jól érzi magát ott, szereti ezt a környezetet, úgyhogy ennek nagyon örülünk. A rendszeres és leendő új látogatóik számára 2017-ben is sok érdekes programot szervez a könyvtár. A már bevált rendezvények és szolgáltatások, mint például az Otthon könyvtár, a kézműves alkalmak és a kakaópartik mellett újdonságként a kötelező olvasmányok feldolgozását segítő előadások is ott sorakoznak a rendezvények között.